Dersenszky Józsi Jenő, a Szenteste hőse. A hadrakelt seregben, a világháború első őszén Galíciában egy éjjeli mars zűrzavarába került Móni, az utász egy gyalogezredhez. Vaksötét volt, olyan köddel súlyosbítva, hogy abban fényes nappal sem lehetett volna látni. A sár félméteres volt, amit a folyvást vonuló ágyuk és muníciós szekerek még mélyebbre szántottak. Móni kisded ember volt. Egy két akkora lapátot cipelt, mint ő maga, és társai, a szapőrök, kinyomták maguk közül az útfélre. A gyalogezred egyik altisztja a sötétben, a lemaradók a tévejgő után mászkált. Belebotlott Móniba. Nem nézte, nem hallgatta meg, hogy micsoda osztakhoz tartozik, oda parancsolta, illetve rugdosta, lögdöste őt a gyalogosok közé. Reggel persze kiderült a tévedés, de hát ki az ördög tudta, egy meneteli zűrzavarában merre jár a Móni utász osztaga, hogy utána irányítsák őt. Egyelőre megtartották Mónit a gyalogos század kötelékében. Így ment az akkor. Csaptak ide-oda embereket, és ott ragadt meg akárki, ahol akart. Móni maga dehogyis kesergett áthelyezése miatt. Sőt, büszke volt rá, hogy segédcsapatosból valódi frontkatonává lett. Ha már felveszi valaki az angyalbört, pláne háborúban, akkor legyen katona, ne pedig útkaparó napszámos. Én már többször is jelentkeztem önként a tűzvonalba, hát nem tehetek róla, hogy nem engedtek el a latyaklapátolók közül. A gyalogosok majd megpukkadtak a kacagástól, mikor Móni, a szakállas törpe először tette meg ezt a büszke kijelentését. Még azután százszor elismételtették vele. Ugratták őt, hogy mutassa meg, hogyan döfi szíven az ellenséget lapátjával. Erre Móni sem hagyta magát. Azt felelte, hogy nem csak lapátja van az utászoknak, hanem csákánya is. A csákány pedig veszedelmesebb fegyver a szuronynál. Mert a szurony, ha egyszer félrecsapták vagy kikerülték, csak egy rossz rúd már, de a csákánnyal mindig lehet hadonászni és oda csapni vele. Na, rögtön kerítettek a bakák Móninak egy nagy csákányt. Mutassa meg, mit tud. Rohamokat rendeztettek vele is a többi. A pihenőnél Móni volt a gyalogos század fő attrakciója. Egyáltalán attól fogva minden pihenőnél Mónit vették elő mulatságnak. Neki pedig tetszett a szerep. Móniból a gyalogos század kedvence lett. A parancsnokon kezdve az utolsó bundásig mindenki dédelgette Mónit. Pont karácsony szombatján a Dunajec folyó töltésébe vált lyukakban tanyázott a Móni százada. Közvetlen tartalék volt a tűzvonal mögött. Abból folyvást hallatszott a gépfegyver kattogás, a szeretet ünnepének vigiliáján is. És robbant a gránát, pukkant a srapnál. Valamiféle ünnepi hangolatot legfőjebb az mozdíthatott elő, hogy hátulról a század konyhájától a vízió jött, hogy estére disznópörköltet kap a legénység és dupla adag bort meg cigarettát. Na, igen, ez is valami. De aki künnyárt a fronton, mint baka, az tudja, hogy minden megunt húsételnél, szesznél, dohánynál jobban sóvárogta a legénység. Az édességet. A cukor, a sütemény, a majszolni való dolgok a bakák nagy részénél nagyon hiányoztak az étrendből. Hát erre mi történik? A század frontszakasza mögött egy meglehetős nagy falu feküdt. A lakóik elszöktek az első gránát dúrogásokra, vagy kilakoltatták őket, mint gyanús elemet. De azért a parancsnokságtól szigorú tilalom alatt állott az, hogy a bakák fosztogatni járjanak a néptelen faluba. Na jó, minden ilyen parancs írott malaszt maradt. Hogy a baka ne portyázik, és ne zsákmányoljon háború alatt. Hát ki hallott még ilyet? Ünnep szombatjának a hajnalán is, mint máskor is, a szürkület leple alatt egy csomó baka kószált a faluban.
Az igen egyszerű hadicél itt az volt. Mindent elemelni bárhonnan, ahol érik. Móni szintén a csatangolók között járt, mégpedig egyes egyedül. Ő akadt aztán a század legénysége közül a legszenzációsabb zsákmányra a faluban. Fölfedezett egy méhest. A méhesben 5 kast, tel is tele finom rástos mézzel. Hű, azt a ragyogó angyal állt neki! Móni rögtön kerítette egy nagy csöbröt a falusi ház körül. Megtelt színültig a finom rástos mézzel. Kerített még egy csöbröt. Az is megtelt félig. Kerített egy botot. Az keresztül dugta a csöbröknek a lyukas felén. És a vállára vette. De ez még semmi. A méhesben még rengeteg viaszgyertyát is talált Móni. Szláv templomokban lehet látni olyan vékony szálú gyertyát, amit kosárszerűen fonnak össze. Ilyen volt ez. Egy szál. Elég belőle fél napig. Ezt a gyertyaköteget is a rúdra akasztotta Móni. A kincsek kincse volt ez. Írtóénység uralkodott a lövészárokban, világító eszközök dolgában is. Tisztek sem gyújtattak néha a dekkunkban világot. A bakáknak éppenséggel a sötétben kellett kuksolni a rémségesen hosszú téli éjjeleken. Móni nagyon nagy lelkűen nem akarta magának tartani a leletet. Viszont nagyon okosan szétosztani sem akarta ő maga. Mert tudta, hogy kisgyámoltalan gnóm létére agyontolongják a bajtársa és pocsékba mehet a kincs. Elment Móni a szolgálatvezetőhöz a században, és azt kérte meg rá, hogy ossza szét a mézet és gyertyát igazságosan a századnak. Így is történt. Minden harcos kapott egy negyed csajka mézet és egy nadrágszí hosszúságú gyertyát. Írtózatos topzódás, a bakák orra füle hajat ragadt a méztől. Egy baráti kézfogás fél óráig tartott ilyen ragacsos tenyérrel. Ez már aztán valódi ünnepi hangulatot csinált. És a nap hőse a kis Móni volt. Őt éltette minden ajak. Csak hogy este felé, mikor megérkezett a konyháról az ünnepi disznópörkölt díszvacsora, nem csak a század két szakácsa jött ki vele a lövészárokba, mint máskor, hanem a manipuláns őrmester is. Miért? Mert a menázsi osztás körül mindig zavarok voltak. A zabálós bakák sokszor két adagért is jelentkeztek, és elették a szerényebb társaik elől a menázsit. Üssek ő, mikor a rendes komiszkoszról volt szó, de most a disznópörköl drága mulatság volt, és a dupla adag bor és a cigaretta is szintén. A manipuláns szigorúan a létszám szerint akarta kiosztani a század porcióit. Rendes névsorolvasás keretében adták ki a századnak a vacsorát. Ekkor kisült, hogy a század hivatalos jegyzékébe nincs fölvéve Móni. Tehát a manipuláns megtagadta a Móni menázsi és pótlék adag a kiadását. Ebből aztán konfliktus támadt. Móni maga talán nem is csinált volna esetet a dologból, de azt csinálta a szolgálatvezető. Ez gyalázatos méltánytalanságnak találta, hogy Móni, aki mézzel etette meg ma a századot, és gyertyával boldogította, és mindenki kedveli, kimaradjon egy ünnepi menázsiból. Így vélekedett az egész század is. A manipuláns könyörtelen, nem engedett a hivatalos szigorából. A szolgálatvezető presztízs kérdést csinált a dologból, és a szolgálatvezető és manipuláns között mindenkori hatalmi vetekedés folyt. A vita vége az lett, hogy Móni ügyét felsőbb hatóság döntésére kellett bízni. A manipuláns és a szolgálatvezető a századparancsnoknak a dekkungjába mentek jelentéstétel véget. A századparancsnok tartalékos hadnagy volt a nagy tisztínségben. Jó ember volt, érzékeny szívű túlságosan is. Civilben adóhivatali tisztviselő. Feleséges, családos ember volt. Utálta a háborút, utálta a katonamundért.
de a vértanúk önmagához is kegyetlen szigorával tartott ki kötelessége mellett, és respektálta, rettegte a hadvezetőség minden rendelkezését. Aznap, az ünnep szombat estéjén, külön is dühös és elkeseredett volt a századparancsnok a háborúra. Ilyen állatnak is rossz gödörben ül szent estén. Postát nem kapott hazúról. Gyomra savas volt a hadikosztól. Agyon cigarettázta az idegeit. A sok gyógyszernek használt rum delíriumossá tette. Hol könnyezéses, hol öröngéses rohamok környékezték. Abban a percben, mikor a manipuláns és a szolgálatvezető rárontottak, éppen vak ingerültség uralta kedélyét. A szolgálatvezető jelentette a Móni ügyet. Eddig tűrte őt a század. Karácsony este van. Van méltányosság is. A harctéren más dolgokban sem szuperál pontosan a reglama. A manipuláns is jelentette a Móni ügyet. Idegen, csapattestből került szökevény tartani a századnál, kész kellemetlenség a parancsnokságnak. A hadnagy vértódulás kapott, és rendelkezett. Azonnal lekísérni azt a fickót a tábori csendőrshöz. Ezen nem volt további appelláta. A Móni gyalogos karrierjének befellegzett. Mint szökevény kísérte le a napos szegényt. Nem sok elég tétele volt az, hogy a század minden nyomorúságos odújában a rajta esett csúf méltánytalanságról tárgyaltak dohogva, morogva az összedugott fejek, az ő általa szerzett gyertyák pisla világa körül. Hiszen szó szerint ő kölcsönözte a fényt ehhez az ünnepestéhez, és pont őt ebrudalják ki onnan. Majdnem, hogy megsiratták Mónit, a kis segédcsapatos harcos bajtársait.